Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az égi kapuk nyílása most január hónapban. Mit jelent ez a fogalom? Mikor nyílik egy égi kapu? Vannak bizonyos napok, amikor megvan ez a finom energiamező, megvan a kapcsolat a föld és az égi hatalom között. Egy ilyen napon, amikor kinyílik ez az égi kapu, hatnak a plejádok. A görög mitológiában a plejádok azok Atlasz istennek a lányai. A központi nap Alkioné. Alkioné lefordítva azt jelenti, hogy győz a gonoszságok, a hamisságok felett, tehát véd és óv bennünket. Ha én Alkionéről hallok valamit, vagy olvasok valamit, akkor nekem mindig Holle anyó története, ez a mese jut eszembe. Amikor Holle anyó odafigyel ránk, kinyílik egy kapu, és megvan a kapcsolat köztünk és Holle anyó között. De mi döntünk, hogy melyik irányba tekintünk? Ha nem hiszünk ebbe, vagy vannak negatív gondolatok, vagy félelmek, akkor mi vagyunk a szurkos Mari. Viszont ha megvan a hit, a béke, a szeretet, és megvan a kapcsolat köztünk, és az égi hatalom között, akkor Holle anyó segít nekünk, és mi vagyunk az arany Mari. Tehát egy ilyen napon, amikor megvan ez a finom energia mező, kinyílik egy kapu. Ez alkalmas a gyógyításra, a meditációra, és érezzük ezt a kapcsolatot az égiekkel. Január hónapban kétszer nyílik meg egy kapu. Január 12-én és január 14-én. Ezeken a napokon tartok egy szertartást, amire e-mailen keresztül jelentkezhettek. Ezek a szertartások mindig este 11 órakor kezdődnek. A díjam 4000 forint szertartásonként. Január 12-e. Ezen a napon nyílik ez az égi kapu, megvan ez a finom energiamező. Ez a nap a mágikus hatása alatt áll, ez a téma. Ez a kisugárzás, ez a vonzalom kettőtök között, ha szerelemről van szó, vagy azt is jelentheti, hogy vannak elképzelések, ami most megtörténik, hiszen megvan a kapcsolat, megvan ez a vonzalom, a mágikus segít abban, hogy ez az álom, ez az elképzelés megvalósuljon. Ezen a napon, január 12-én Mars bolygó megáll egy pillanatra, fordítja az irányt és előre halad. Az azt jelenti, hogy legyen egy kis szünet, gondolkodjunk azon, hogy mit tervezünk, mit szeretnénk elérni. És utána megvan az életerő ahhoz, hogy bebizonyítsuk magunkat, hiszen ezzel a Mars energiával, amikor úgy előre megy, előre mozog, előre mennek az események. Mars bolygó jelenti a férfiakat is. Lehet, hogy 12-én még olyan csendesek, visszahúzódóak, hiszen Mars bolygó megáll egy pillanatra, de utána történnek az események, hiszen előre mennek a dolgok, ez a férfi mozgásba jön. A következő nap január 14-én lesz, amikor szintén egy ilyen finom energiamező van, hiszen kinyílik ez az égi kapu. Ezen a napon is
tartok egy szertartást, tehát január 14-én. De itt más témákról lesz szó. Ezen a napon szimbolikusan a bagoly madár uralkodik. Nem csak ezen a napon, hanem bagoly madár elkísér bennünket 13 napon keresztül. És ez indul január 14-én. A bagoly madárnál a tudásról, a bölcsességről van szó. Lehet, hogy valaki ad számodra egy jó tanácsot, vagy te kísérsz el másokat, és segítesz a jó tanácsaiddal másoknál. Amit ez az energia még jelent, egy új kezdet, amikor valamit tanulni szeretnénk, hiszen itt szimbolikusan tudásról, tanulásról, bölcsességről van szó. Amit ez a nap és ez a szimbólum még jelent, hogy fontos, komoly, jó döntéseket hozzunk. Az lehet, hogy nem január 14-én lesz ez így, holott 14-én már tervezhetünk valamit, de ez az energia, ez a bagoly energia elkísér bennünket 13 napon keresztül, tehát a következő időkben megvalósíthatjuk azt, amit tervezünk, döntésekről van szó, egy új irányról, egy új kezdetről. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!